Szóval a srácok top class bontogatás lesz így a hétvégén, és arra gondoltam, hogy így a szombati napot miért ne tölthetnénk egy jó kis top class multipakkal, 5 darab csomaggal, 2 limitáltal. Hát nagyon rég néztünk limitált kártyákat, mert Blaster itthon valahogy sosem kapható, szerintem már nem is lesz kb. Sehol nem találok, május közepe óta akkor volt utoljára két Blaster bontás, úgyhogy úgy voltam vele, ha már megláttam, hogy a Collectornál van ilyen nagyon király multipakka, akkor nézzük meg, hát miért nem néznénk meg, hiszen minden termékből szoktunk bontani, ami külföldi, ami itthon kapható, úgyhogy mindent megnézünk, és holnap is természetesen top class videó lesz, de még nem árulom el, hogy micsoda. Na de itt van a multipak, 5 kártyacsomag, 2 limitált, újságosnál boltokban tényleg ne keressétek, srácok, láthatjátok, a magyar ár sincsen rajta, teljesen külföldi a dolog, kártya dizájnt meg ugye már ismerjük, úgyhogy én azt mondom, hogy szedjük le ezt a fóliát valahogy, bontsuk ki a multipakot, hát kelleni fog a él nélküli olló, itt a prémium bontásoknál szoktunk alkalmazni, úgy nagyon jól van fóliázva. És srácok, a fészkem. Töltőn vannak az elemek, ugye a stabilizátorhoz. Azt hittem, hogy egy ilyen 2 óra már elég lesz, és be fog tudni kapcsolni, hát nem. 2 még nem töltődött fel teljesen, úgyhogy muszáj voltam nekiállni felvenni a szombati videót. Aztán majd a vasárnapit később. Na de itt vannak a csomagok, szokás szerint felragasztva ugye a multipakra, ahogy az lenni szokott a Panininél, viszont most a kártya nem külön van felragasztva a multipakra, hanem benne van egy ilyen kis átlátszó fóliában, tasakban, ami nagyon jó, mert végre a kártya nem lesz ragasztós, és így szépen még a épségben is megérkezik ugye mindenkihez, tehát nem sérül a kártya sem. Szedjük le a csomagokat, aztán mindjárt megnézzük a 2 limitáltat is, hogy mégis milyen. Itt vannak a csomagok, most nem fordítom meg, mert ragasztós a háta, aztán oda ragadna az asztalhoz, pont mint ez a sima fóliázott 2 limitált. Az egyik egy Gavi lesz mindenképpen. Na de nézzük meg a másikat. Ugye itt van Gavi, alatta pedig egy Trent Alexander-Arnold vagy. Nagyon szuper! Nyitottunk jó kis limitáltat. Rég volt ilyen, legalább boostoljuk az albumba is a limitált szekciót. Nézzük is az első csomagot. Reméljük nyitunk valami jó rert, mert azért még mindig egy hiányzik. Na de nézzük, van itt egy Juventus felállás, aztán Firmino, utána egy Matip, aztán Goretzka, Lewandowski, illetve Kevin De Bruyne a csomag végén. Menjünk is át a következőre. Arányokat, esélyeket már ismerjük, és itt van Van der Sar, az utolsó legenda, aki hiányzott. Nagyon szuper, sikerült kinyitni, nagyon király. Aztán egy Lilles logó, utána Dahoud, Diallo, Álvarez, illetve Jonathan David a legvégén. Van der Sarnak nagyon örülök. Nagyon sokan írjátok azóta is, hogy ki az utolsó legenda. És igen, Van der Sar hiányzik azóta is, ha jól tudom. Vagy lesz, lehet, hogy sikerült meg kinyitni. Lehet, hogy sikerült. Nem vagyok benne biztos. Ettől függetlenül nagyon örülök neki. Max meglepődök, hogy már megvan. Suárez, Inter felállás. Van még egy Hazard, egy Araujo, Bellingham, illetve Llorente. Nézzük a utolsó 2 csomagot. Hozzátapad az ujjamhoz is az a kis ragasztó, ami rajta van. Fordítva van, úgyhogy ott érkezik a rare a közepén, még hozzá egy Pedri. Nagyon király, 2 limitált, egy jó rare is. Hát más nem is kell, srácok, ide tesszük legfelőre. Őrzi a kártyákat. Nagyon szuper, és milyen ötletes a Paninitől, most már berejt a középső kártyának. Már így is meg volt fordítva, szóval, na mindegy. Ansu Fati, Szesnyi, Grealish, Málen, illetve Calhanoglu még a csomagból. Ebbe csak egy csillogós volt, ugye az is egy jó kis rare signature a top classból, a Topmaster. Utolsó pak. Nézzük először a teammateket. Van egy Salah, egy Chiesa, egy Alaba, egy Donnarumma 2 csillogós. Mason Mount, illetve egy Atletico Madrid támadó trió, Carrasco, Griezmann, Suárez. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a mai videó. Megnéztünk egy jó kis top class multipacket, sikerült boostolni legalább a limitált kártyájuk számát is. Meghát nyitottunk egy jó rare-t, legendát, minden érdekes kártyát megnéztünk. Úgyhogy srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Holnap találkozunk egy következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!